az ATV Klasszikban, színészóriások hete, Rónai Egon húzós műsorából. Jó estét kívánok! Egy nagyon erős, de nagyon törékeny asszony a legnagyobb magyar filmszínésznő a vendégem. Lássuk ki! Örőcsik Mari, kétszeres Kossuth díjas, érdemes és kiváló művész, a Nemzet színésze. Férje Már Gyula filmrendező. 113 film és 128 színházi bemutatója volt eddig, 39 kitüntetésre díja van, köztük a Cannes-i Filmfesztivál életműdíja, a Nemzeti Színház tagja. Tavaly mondta, engem mindig kényeztetett a sors, most is ezt teszi. Tudja miért, mert megérdemli. Jó estét! Ja, igen, nem tudom, de tényleg... Azt gondoltam, ugye mikor történt ez a, nem akarok erről már beszélni, de mégiscsak történt velem ez a dolog 3 évvel ezelőtt, hogy kicsit elmentem, és arra azt szoktam mondani, hogy az Isten azt mondta, hogy olyan gazdag életet adtam ennek a nőnek, még a halála is ilyen szép legyen, jöjjön vissza. Na de hát az a szép, hogy visszajött, hát az az igazán szép, az az igazi ajándék. Jó, erről ne beszéljünk többet, csak ezt el akartam mondani. Azóta másképp gondol sok mindenre? Azt szokták mondani, hogy az ember átértékel ilyenkor mindenfélét. Furcsa dolog, hogy ott 2 hónapig azért én az intenzív osztályon feküdtem, csodálatos orvosok, nővérek között, szóval nem akarok most senkit, szóval egészen fantasztikus körülmények között, de ugye rettenetesen voltam kiszolgáltatott. És attól a pillanattól kezdve, mikor a magamhoz térés után a 3. nap reggelén megtudtam, rájöttem, vagyis így döntöttem, hogy a Iványi docens úr közölt velem valamit, és eldöntöttem, hogy akkor életben maradok. És olyan boldog, mint ott 2 hónapig, ritkán voltam életemben. És most ugye néha visszajárok, és mindig úgy ez eszembe se jutott, hogy és mostanában eszembe jut, hogy nem bírnám ki még egyszer. Nem, hogy boldog nem lennék, hanem nem bírnám ki még egyszer. Tehát ez természetes. Mondta valahol valamikor, hogy fiatal korában sokat tudott nevetni, és keveset sírni, most sokat tud sírni, és keveset nevet. Hát, de ez a kortól függ, vagy a körülöttünk lévő kortól? Nem, szerintem ez a kortól is függ, hiszen nekem, nem akarom most elmondani, de az Árdából hazamenve nekem volt egy egészen, végig kíséri az életemet, meghalt a 3 éves húgom, aki csak rám várt. Mert én meg nem mehettem, mert mumszal feküdtem, és ő meg gyermekbetegséges szövődmény miatt halt meg. Tehát nem is mondták nekem, 5 napig várt, és megérkeztem, és meghalt. És akkor se sírtam. Körülbelül 5-6 nap múlva lementem a kápolnába, mikor visszamentem az Árdába, és akkor anyám mondta, hát nem tudom, hogy gyerekkoromban, nem emlékszem rá, de azt mondja, hogy sose láttak sírni. Most már nagyon könnyen sírok. Nézem a száját, keresem a 2 kis pöttyöt itt oldal. Ugye azt lehet tudni, nem tudom mennyire lehet tudni, hogy sosem hagyja magát sminkelni, de 2 kis pötty a szája sarkában mindig volt, ez a körhinta óta van, ugye? Nem tudom, azt tudom, hogy a Hegyi Barna azt mondta, hogy most megdicsérem magam, ahogy múlik az idő, szeretem magam dicsérgetni. Azt mondta a Hegyi Barna, hogy minden magyar színésznőt fotografáltam, de ha belegondolok, a világon nincs olyan kisszemű színésznő, mint te vagy. És tényleg nézze meg. Na de hát jóformán nincs szemem. De ezért most a szemért törték egymást az operatőrök meg a rendezők. Most jön a dicséret, azt mondta, belenézek a kamerába, és csodálatos a szemed. Úgyhogy hát szeretem magamat dicsérgetni néha. Elfelejtettem, hogy miről beszéltünk. A 2 kis pöttyről a szája sarkában, mert ugye az Lebédjed mondta, igen. Legalábbis a történet, ha a legendárium szerint így szól, nem tudom. Tulajdonképpen mindegy is. A családjáról oly keveset mesélt mindig. Ez szándékos volt? Ugye lehetett tudni a férjekről, de nem lehetett tudni semmit mélyebben. Vagy szinte semmit. Nem nagyon szeretek a mostani férjem, de inkább úgy mondanám, hogy a társam, Már Gyula, minden férjemmel jobban vagyok. Azt mondja, a mostani férjem 40,
egy éve, két éve a férje, tehát milyen átmeneti időszak szinte. Igen, 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 41 vagy 42 éve. A mostani éve. Férje. Igen, de nagyon szeretjük egymást, Bodrogival, Tordival. Szóval én az első férjem, Isten nyugosztalja, őrá nem szívesen emlékezem, úgyhogy nem most mondom a nevét, egy napig volt a férjem. Egy napig? Igen, egy napig. Az egy adminisztrációs tévedés volt egy kicsit. Nem, ez bonyolult, csak nem is titok, szóval csak fölösleges, nem akarok már róla beszélni. De van egy lánya, ő Angliában, ugye? Most költözött haza. 11 évig élt Londonba, előtte 7 évig Svájcba, 1 évig Ausztráliába. Hogy bírta, nem ő? Én. Nem bocsátom meg magamnak. Ő mindig nevet ezen, Már Gyula is nevet, csak én sírok időnként. Nem bocsátja meg magának, hogy elengedte? Kamaszlányként engedtem el, és felnőtt asszonyként kaptam vissza. De szülőként ez a sorsunk. De ő nagyon, nagyon, még a nagyon, nagyon csak kamaszlány volt, na. Úgyhogy szerintem korán elengedtem. Van egy fia is, még ha nem is vér szerinti, de igen, ez majdnem mindegy. A Sean, ő kinnél nagyon-nagyon drága felesége van, az egyetemen ismerték meg egymás Szájgomba, és most kinnélnek. Onnan is került Magyarországra, igen, Vietnámból. Igen, igen. Én akkor elmondtam, hogy ne legyen ez titok, akkor egyszer elmondtam, mert én nem járhattam be az iskolába, például a szülői értekezletekre. Én soha nem léphettem be az iskola. Miért? Mert a gyerekeim ameddig lehetett titokba tartották, hogy az én gyerekeim. Van egy fogadott unokája is voltak éppen. Igen, nála igen. Is titok volt, hogy a színpadi világ őt is megfertőzte. Hát ez is most derült ki. Az unokám úgy, hogy ez a Már Gyula első házasságából, és én egész pici korától ismerem, és ő Mari mamának hív engem, és az a bajom, hogy még sose láttam színpadon. Ezt hogy csinálta? Sose láttam, mert nincs erőm lemenni. Ő Győrben játszik. Azelőtt meg Szegeden, de nagyon-nagyon olyan emberektől nagyon boldog és büszke vagyok rá, mert az Iglódi azt mondta, megdicsérte ő utoljára, mielőtt meghalt, még rendezte a Mátét, és az Iglódi véleményére nagyon sokat adok. Aztán ugye hát vannak az én drága testvéreim, és van anyám, apám, akiktől minden jót elszedtem, az az érzésem. Rendkívüli apám volt, és rendkívüli anyám. Iskolaigazgató volt az igen, édesapja. Igen, de aztán őt Fegyelmi úton elbocsátották, ez nagyon hosszú, de azért 16 éves voltam, amikor csak én tudtam róla, hogy elviszi hetente kétszer az ávó, és összeverik. Hamis, mit tudom én, az volt a vád ellene, hogy 42. március 15-én, mint iskola igazgató, egy fasiszta beszédet mondott, és mondta, hogy az egész falu igazolja, hogy a Donnál volt, a második magyar hadseregbe szolgált. Csak azért, ő mindig azt mondta, hogy azért maradtam életbe, mert gyalogosokhoz hívták be, és akkor 1940-ben, és mondták neki, hogy a tisztek úgy hívták, hogy jaksi, nem tudom, akkor valahogy becézték egymást, de nem tudom szerintem miért. Szerintem most is. Én a lányomat is úgy hívtam mindig, hogy Már Teréz indú iskolába. És minden férjemet az, vagy az egész nevén, vagy az elvenevén. Hát Már Gyulát is Már Gyula tudja megetni, nem Gyuszi meg. Igen, nem, Már Gyula. Na most, hol is tartottam, elkalandoztam? Ott tartott, hogy 42-ben ja, mondott, beszélre vádolták az igen, ezzel. És azt mondta, hogy azért maradt életben, mert mondták neki, hogy hívassa be az autóját, mert akkor még nem volt olyan sok, és akkor átteszik a légvédelmi tüzérekhez. Mert azt mondta, megkérdeztem egyszer tőle, olyan sok mindent nem kérdezünk meg, amit meg kellett volna, de próbáltam, hogy beszéljen arról, hogy mi volt a visszavonulás. És azt mondja, hogy mínusz 40 fokba, 70 kilométert, ugye fedezték a németeket, tehát a németek maradtak a végére. Igen, igen. És azt mondja, hogy a legtöbben megfagytak. Mert ugye apámnak mindene úgy mondta, hogy agyusztált volt, szóval bélelve. Tehát ugye a kiskatonák teljesen... Sokat gondol a szüleire, vagy többet gondol a szüleire, hogy múlnak az évek, mint igen, nagyon sokat.
Nagyon sokat, és igazából remekül tudok élni, mert nagyon tudok boldog lenni, ha kisüt a nap, vagy szóval mindennek tudok örülni. Na, de ahogy múlik az idő, tudja, jól vagyunk megteremtve. Fiatalon sokkal könnyebben átlépünk még tragédiákat is, halálokat is, mert előttünk az élet, még meg kell csinálni magunkat, vagy föl kell nevelni a gyerekeket. Ilyenkor sokkal, erről éppen most nyilatkoztam nemrég, tehát nem akarok, de hát mindent annyiszor elmondtam már, de itt is elmondanám, hogy sokkal jobban nyomaszt az emberi szenvedés. Hihetetlen, hogy mit tudunk kitalálni egymás ellen. És azon is töpreng ilyenkor, hogy mit lehetne tenni? Tehát, hogy mondjuk mi dolga van a színésznek, mi dolga van az embernek, aki itt él? Hát nézze, én... Tehát én, megoldást én is keres, én, vagy csak a fájdalmat nézze, regisztrálja? Én bizonyos dolgokban nem tudok. Például ugye nézze, én fiatal koromban is ugye olyan szerepeket játszottam, hogy nagyon sok levelet kaptam. De most is kapok, nem olyan sokat, de mivel olyan szerepeket játszottam, és olyan régen vagyok, azt hiszi nagyon sok elesett öreg ember, hogy én segítőkész vagyok, és hogy nekem rengeteg pénzem van. Na most nem szeretnék pénzről beszélni, amikor ennyi szegény ember van, de annyi nincs, csak a terheket rakják rám, és én nem is válaszolok. Megadják az átutalási számláikat, tehát nekem van egy óriási nagy családom is emellett. Érti? És ezeket a kínokat is kell cipelnem. És ezeket magára veszi? Hát már a kollégáim azt mondják, hogy így nyis, bonts ki a leveleket, mert legtöbb ugye a Nemzetibe jön. És akkor eldönti a Holósi Frici, vagy a Blaskó, vagy valamelyik, hogy nem kell rá válaszolni, nem szabad, mert csak gyötri magát Mari. Úgyhogy akkor ők eltépik, és azt gondolják rólam, hogy én meg egy szörnyeteg vagyok. Múltkor azon gondolkoztam, de úgy gondolják, hogy szörnyetek, ne is mondjon ilyet. Hát nézze, azért, ha bíznak bennem, és azt hiszik, hogy én tehetem, és nem is válaszolok. Akkor azt fogják hinni, hogy a művésznő nagyképű, mint ezt oly sokszor hiszik a művészekről és művésznőkről, mert hát hogy még csak nem is méltat válaszolod, azt nem fogják gondolni, hogy szörnyetek. Nézze, egyébként ugye... pedig ezek azok az illúziók, amiket a színpadon meg a filmvásznon kelt az emberekben. Ez meg egy nagyon nagy dolog, hogy ekkora bizalommal vannak. Hát igen. Hát nézze, fiatalabb koromban, amikor ugye nagyon sok levelet kaptam, mindig nevettem, hogy... Na, de azok szerelmes levelek voltak. Igen, meg autogram, meg fénykép, de ilyen napi 50-et, meg 100-at. Tehát ugye én nem tudtam rá válaszolni, és mondták, hogy azon nevettem mindig, hogy egy világsztártól előbb kapnak, mert a titkár intézi. Hát bizony. De hát én nekem se titkárom... Na, ha már a szerelemnél, meg a szerelmes leveleknél, meg ezeknél a dolgoknál tartunk, a múltkorjában 1274-szer volt a tévében a Körhinta, valamelyik filmcsatornán, és én pont azt néztem, hogy hát ez a film ez hivatalosan nem erről szólt, az egy sima szerelmes film. Hát a Körhinta az egy szerelmes film. Igen, és én tudja, nem nézek vissza a filmjeimet soha, mert az ember azon nem tud változtatni, és én nem bírom magam visszanézni. De a nagyon régi filmjeimben benézek olyan 4-5 percet, hogy milyen volt, de csak annyit. De amikor a Fábri Zoli meghalt, és volt a sorozat utána, akkor gondoltam, már olyan régen volt a Körhinta, és én azért olyan emberek között nőttem föl, hogy azért közölték, ugye tudod, hogy azért te nem vagy színész. Mondom, hát persze, hogy tudom. Szóval én tudtam, hogy úgy dolgozik velem a Fábri, mint egy gyerekszínész. De nem tudtam, hogy miért hatottam annyira, mint a Truffaut, vagy a Cocteau, ezekre az emberekre, vagy olyan kritikákat kaptam, és ezt végignéztem. És azért belegondoltam, hogy bizony azért arról van szó, hogy belép a TSZ-be, nem lép be a TSZ-be, de ebben a filmben felzeng a szerelem. És nagyon kevés színpadi alkotásba és filmalkotásba zeng föl így a de szerelem. De szépen mondja. Megkérdeztük az embereket, akik jöttek szembe az utcán, ezt meg szoktuk tenni a vendégénkkel kapcsolatban, ja, hogy mi jut eszünkbe. Én azt tudom, izgulok is, na, hogy nézzük. Mi jut eszünkbe. Élő legenda? Le a kalappal, hogy a kora ellenére ilyen szép teljesítmény nyújt
a nemzet számára. Volt a körhintát ugye mindenki, hát én akkor még egész kicsi voltam, amikor ez ment. Később láttam, nem gyerekkorban, de hát ez maga meghatározó élmény. Én már azért a korban benne vagyok, amikor még ő is elég fiatal volt, sokszor láttuk a nemzetiben. Én magával az egységgel nem vagyok úgy elégedett, hogy valahogy kiragadunk mondjuk 12 színészt, és azt mondjuk, hogy ez a nemzet színésze. Ez valahol én nem érzem, mert ilyen versenyszellemet hoz be, ami idegen a magyartól. Aki megérdemli, az lehet a magyar nemzet színésze, független attól az 28-dik, 38-dik. Fantasztikus. Nem, láttam egy pár filmet meg színházban, és nagyon jó színész. Aranyos asszony, imádjuk. Nagyon régen már, mint színésznő a körhintába kezdte, óriásit alakított, úgyhogy csak becsülni és tisztelni tudjuk. Sikert elért és megérdemelte, mert nagyon nagy színésznőnek tartjuk. Mindenbe tökéletes. Első perctől kezdve imádtam, mióta láttam. Az első filmje, amiben igazán láttam, ugye a körhintába. Abban mindig is megmarad olyannak, hiába mentek el az évek fölötte, attól függetlenül. Nekem ő mindig olyan marad, mint amilyen apa volt. Az emberi emlékezet, látja? Hogy hát felsoroltuk itt az elején, hogy 100-nál több film, összeszámolhatatlan szinte. És ez a körhinta, ez beleégett az emberi emlékezetbe itt Magyarországon. Ez meghatározta az én életemet, azt is, hogy 10 évig nem fogadtak el színpadon. De az érdemtelen volt, vagy nem. Tényleg nem volt kész színész, amikor a nemzetibe került? Tényleg nem voltam, de már ölbe tartottak a Mészárosságik, a Major Tamás, a legelőször a Gellért Endre, a Básti Lajos, mindenki, hogy én, hát, megkaptam az első évben, amikor elküldtek a pályáról, már akkor megkaptam tőlük a Farkas Atkó díjat, amiben akkorát buktam, mint egy ház. De még 9. évenben a Vágóhidak Johannájában, ahol elküldtek a pályáról, és utána megcsináltam a Varsói Melódiát, és egyszer csak mindenki harsogott, és akkor meg átendültek a ló másik oldalára. Pedig hát azért az nem minden idők legcsodálatosabb színdarabja. Hát ez egy semmilyen darab. De arra szeretnék még visszatérni, hogy mit is beszéltem, mindig elkalandozom. Hát itt a körhintánál ez a meghatározó volt az, hogy a Fábri milyen filmet csinál. Persze, hogy fontos volt, hogy az Imre játszotta, és akik benne voltak, csupa óriási, a Barsi benne, a Kismanya, a Szirtes Ádám, és én nekem csak bele kellett nézni az Imre szemébe, és amikor sírni kellett, meg vérig sértett a Fábri, és akkor zokogni kezdtem, és utána vigasztaltak, és kaptam egy 1,5 kiló sajtot ajándékba, mert azért mentem. Na mindegy, hagyjuk. De úgy rohanok, mintha nem lenne időm beszélni, és egy kicsit sokat is beszélek, de szeretnék kitérni, ha megengedi. Itt szó volt arról, hogy a nemzet színésze. Uh-huh. Nem biztos, hogy kellene róla beszélnem, és nem is beszélnék, ha nem említették volna meg. Mert ez pénzzel jár. Na most ugye én állami alkalmazott vagyok, mert a Nemzeti Színház tagja vagyok. A megengedett állami fizetés több mint háromszoros az én fizetésemnek, ennyit erről. És a Svajda Gyuri, amikor én Szolnokon voltam színésznő, 10 évig az ő kedvéért, mert nagyon szerettem, amilyen színházat csinált, és megkérték, hogy a Honderűbe játsszam el a főszerepet, a Spiró darabba, és 26-ot játszottam májusban Szolnokon, és én minden reggel 6-kor beültem a kocsiba, fölvezettem csúcsforgalomba be a színházba, 2-kor beültem, lementem és játszottam. És akkor megkérdezte a Svajda, hogy Mari maga él még? Mondom, miért nem ad több pénzt? Azt mondja, ha alkalmam lesz rá, ezt tulajdonképpen a Svajdának köszönhetjük, hogy ő azoknak, mivel a színész akkor tud létezni, amikor él, és mi a szocializmusban játszottuk el az életünket. 3000-ért csináltam a körhintát, és egy cipőm, amit meg kellett csináltatnom Kánra, és kellett legalább 5 párat, vagy 6-ot,
Azt 1500, két pár cipőért forgattam a körhintát. Szóval ne beszéljünk erről többet. De szerintem félreértett az urat, miközben szerintem igen tanulságos, amit most mondott, de ő azt mondta, hogy miért csak 12. Tehát, hogy miért határozzuk meg, hogy 12, miért nem annyi, amennyi színész megérdemel. Azért, mert ezért mi ennyi pénz kárpótlásról pénzt kapunk ezért. Igen, ezért. És de meg, ő nem azt kérdezte, hogy miért kapnak ezek 12-en pénzt, és azok 36-an. Ja, értem, akkor félreértettem. Nézze, erre van, úgy látszik. És nekünk nagyon nehéz, mert egyezni kell. Szóval Mari, mert most tudja, mit gondolkozom? Most az, hogy reagált arra, amit itt hallottunk, az azt mutatja, hogy emiatt bántották már. Vagy emiatt számon kérték már? Nem, emiatt igen, nyilatkoztak, sőt a húgom fölhívott Ausztráliából, hogy mondjatok már el róla, mert az interneten is olvasom, hogy miért kell nektek ezt kapni. No, ne beszéljünk róla többet. Mennyire inkább méltatlan, de ez nekem el is került a figyelmet, úgyhogy ebből a szempontból meg jó, hogy elmondta. Ön valamit szeretnék, mert mikor ide leültünk, mondtam, hogy két dolgot el szeretnék mondani. És nem volt hanem elárulni, hogy mit. Nem vagyok túl az időn, mert dehogy sokat is beszélek. Az van, hogy néha föl szokták tenni azt a buta kérdést, hogy mit szeretne megváltoztatni az életébe, ami elmúlt. Hát mindannyiunk életében van kisebb-nagyobb dolog, amit nem szívesen gondolunk rá, de hát a nagy dolgokat az ember természetesen nem változtatná meg. De van két dolog, amiért a szívem szakad meg. Tudja, kaptam egy levelet, és nem válaszoltam rá, mert elhányom a dolgaimat, elvesztettem. És a következő volt benne. Illényi Elemér azt mondta nekünk, ő a tanítónk, valahonnan faluról, hogy tanította önt, és ezt nem hisszük el neki. És tessék megírni, hogy igaz-e vagy nem. Hát tanított évekig. Éva néni is a felesége. Dajkáltuk a Domi nevű kisfiát. Gondolom Domonkosra, nem Dominak hívtuk. És nem válaszoltam. Akartam, de mire akartam, elhánytam ezt a levelet. És a tanár úr hazugságban maradt az ilyen. Ott maradt, előtt. Igen, és szerintem már ez olyan régen volt, hogy szerintem már talán nem is. Na ez az egyik, a másik pedig nekem, mikor először látogatott Magyarországra a Szelecki Zita, Gobbi Hilda mondta mindig, hogy nagyon szerették a Nemzetiben, mert nagyon aranyos és nagyon jó színésznő volt, és akkor beszélt róla, amikor én is játszottam a Gobbi mellett a Solveiget, mert előtte ő volt a Solveig. És a Szerecki Zita eljött engem megnézni a 100 év magányba. És utána bejött hozzám, és olyat mondok, amit nem annyira szépet, hogy nem ismerem ezt elmondani. Nem mondom el. És annyira meghatott, hogy rendkívüli módon. És kaptam egy levelet, hogy haldoklik és szeretne, hazajött és szeretné, ha meglátogatnám. És annyira eltettem ezt meg, hogy úgy elvesztettem, mint ahogy a Kossuth díjamat. Úgyhogy a Gobbi küldött nekem még egy Kossuth díjat, mert mikor azt a színész emlékházat, nem tudom, Jászai Mariam, igen, múzeumot csinálta. Tudja, régen az csak kis koszorú volt, és ő kapott egy párat, mert régen eltemették a Somlaival, vagy a Bajor Gizivel, és ő kapott, és én kaptam egyet tőle, boríték, vagy kapsz tőlem egy Kossuth díjat. Mert annyira, hát de így vesztettem, mert képzel egy eredeti Picasso-t, amit Valorisba kaptam, egy kis kerámiát, ami rajta van, originál Picasso égette ki, hogy megengedte a falunak, mert ez egy fazekas falu, hogy ezeket a mintákat használják. Ezeket is úgy eldugtam, na így vesztettem el, és nem látogattam meg a Szelecki Zitát. Ezek fájnak? Ezek irgalmatlanul fájnak. Vagy időnként előkerül? Hát előtörnek, ezek előtörnek. Ez a két dolog nagyon, mert van még egy pár ilyen dolog, hogy amiről elfeledkeztem, de ezek kísérnek engem, ez a két dolog. Vannak fiatal szakmabeli rajongói. Az egyiküknek megadatott az a kitüntetés, hogy rendezhette nemrégen a Nemzeti Színházban, ő következik most. Ő egy igazodási pont, mert olyan alázattal és olyan színvonalon dolgozik, hogyha mindannyian így dolgoznánk a saját munkánkban,
akkor semmi baj nem lenne. Amikor próbálunk, amikor dolgozunk egy színdarabon, ő nem szólista, hanem csapatjátékos. Fegyelemmel, figyelemmel, koncentrációval, pontos idegrendszerrel, merészséggel, kellő huncutsággal, humorral vesz részt a munkában, és rengeteg energiával. Tehát zavarba ejtően sok energiával. Molnár Gál Péter írta róla, hogy Major Tamás nevelt belőle férfi színészt. Ez mindenképpen igaz a munkabírására. Ugyanakkor ő a legcsodálatosabb, elbűvölőbb színésznő, akivel dolgozhattam. Annyi jót hallok most magamról. Persze tudja, az az igazság, hogy egy kicsit túlvállaltam magam, mert nem szabad már ennyit. 40 év óta nem csináltam ilyet, hogy végig dolgoztam a nyarat. És ugye előtte lementem Kaposvárra, a Vasziljevvel megcsináltuk ezt a nagyon nehéz Margaret Dürer darabot, a Svajdnak. Hát ez az, volt az első premierje, ahogy mondani szokta, igen, a halála után. Igen, igen, és tudja, nagyon számítottam rá, hogy fölkerül a Nemzeti Színházba, hogy pár barátom lássa, mert ez volt az én nagy búcsúm. De úgy elmúlt az idő, közben szülni kezdett a kislány, közben annyira kevés a pénz a színházakban, hogy nem ismertem már ezt fölvállalni. Nem beszélve arról, hogy a búcsúról meg szó nincs, hát hiszen újabb és újabb előadások jönnek. Csak kis szerepeket vállalok most jelen pillanatban már. És na, azt akarom mondani, hogy mindenütt új közegbe kerültem, Kaposváron is, a Nemzeti Színházba is teljesen, ugye az első bemutatóm a Mein Kampf volt, a Halálasszonyát játszom, ott is csupa új fiatal. Elmentem a Maladipe Színházba a Zsótér kedvéért, ott ezt mindig elmondom, ezt úgy várnak ott engem általában, amikor belépek, hogy én nem vagyok normális, mert mindig úgy megyek be, hogy én nem vagyok normális. Már megint mit csinálok? Igen, hogy meg... De Zsótérre régóta vágyodott, azt én olvastam valahol. Annyira szeretem, volt három kikötésem, azt nem mondom el, de mindegyikre azt mondta, hogy túl vagyok rajta, túl vagyok rajta, túl vagyok rajta. Úgyhogy nagyon szeretjük egymást, és tudja, az a jó, és erre nagyon büszke vagyok, mert én fiatalabb koromban sokkal megbocsátóbb voltam a tehetségtelenséggel szemben. Ma teljesen idegesít. Nincs ideje rá? Úgy gondolja? Úgy érzi? Nem, ugye erre már nincs idő? Tehát most miért húzzuk az időt? Nem, nincs. Ezt nem bírom elviselni. És olyan boldogság, hogy minden közegben olyan tehetséges, van, aki nagyobb tehetség, vagy, de tehetséges emberek között mozgok, és mind annyi sok fiatal, és annyira szeretnek, és épp azt mondtam, hogy hát az a boldogság nekem, hogy gondolom nem csak azért szeretnek, mert egy kedves öreg lány vagyok, mert akkor azt mondják, hogy jó, hanem ahogy én örülök az ő tehetségüknek, ők is képesek még rácsodálkozni arra, hogy esetleg még tudok is valamit. Hogy mennyit és hogyan, azt itt most megmutatni nyilván nem tudjuk, de valaki mesél erről nekünk szívesen talán. Amikor én, mint főiskola, harmadéves főiskolás először vettem magamnak a bátorságot, hogy őt fölkérjem az akkori vizsgafilmem szerepére, Mari pontosan úgy beszélt velem és úgy fogadott, mintha én már rég a szakmában lennék. Mindössze abból látszott, hogy én gyáva vagyok, hogy amikor ruhapróbán voltunk és a saját ruháit kellett fölvennie, akkor ő csak úgy elővette ezeket a kis színes négyzeteket, ahogy a ruhák a szekrényben össze voltak hajtva, és én nem mertem neki mondani, hogy Mari, ugorjon már bele abba a ruhába, hát hogy döntsem el egy piros négyzetről, meg egy kék négyzetről, hogy melyik lesz magának a jó. Úgyhogy ott elég bátortalan voltam, és ugye a férje Már Gyula, amikor mentem el, akkor azt mondta, hogy hát sokszor láttam már a Marit fölöltöztetve, de ilyen rosszul még soha. Másnap megérkezett, kiszállt a kocsiból, Mari, csodálatos, pontosan ilyennek szeretném, ami... Azt mondja, tudtam, drágám, mert Már Gyula mondta nekem reggel, Mari, úgy öltöz föl, hogy amiben kiszállsz a kocsiból, az Attila abba fog veled forgatni. Nem éreztette velem soha, hogy én akkor fiatal vagyok, vagy kezdő vagyok, de mindig
óvatosan és nagyon pontosan figyelmeztetett, hogyha tévútra lépek. Nekem tényleg a Marival való együttműködés az egyik meghatározó élményem ezen a pályán, miután két filmet is csináltunk egymással, és különösen a második film, a Hosszú alkony, az rendkívül fontos volt nekem, ahol szinte 80 percen keresztül az ő arca van, és erre az arcra, az ő arcára komponálni egy filmet, ami a, én mindig ilyen egyszemélyes filmeket csinálok, de hát tehát nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy egy ilyen nagyszerű emberrel, mert nem csak nagyszerű színésznő, hanem ő egy nagyszerű ember is. Hát, Roland is, meg a Janis is igazán... De hát szerintem ilyet hosszan lehetne sorolni, tehát magával szeretnek dolgozni, szeretnek játszani, ennek nem csak a művészet a titka, hanem az emberség is nyilvánvalóan. Nézze, én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki színész legyen, kell egy tehetség, és egy külső és belső adottság. És az a jó, hogyha annyi tartalma van, hogy a külleme is el, nem tudom érti-e, szóval ezt kell így, nem tudom jobban megfogalmazni. Azután meg kell tanulni a mesterséget, mert azt meg kell tanulni, mert a takarítónőnek is meg kell tanulni a mesterséget. És utána én, mert mindenki másképp fogalmaz mint a színészetéről, vagy a színészetről, mint ahogy van, aki állva ír, van, aki kézzel ír. Nekem az volt a legfontosabb, hogy az idegrendszeremet képes legyek egyik pillanatról a másikra abban az állapotban hozni, amit a pillanat megkíván. És én abban ringatom magam, hogy ez sikerült elérnem. És megint elkalandoztam. Szerintem nem. Azt magyarázta, hogy mitől Törőcsik Mari. Ja, nem, igen. Nem, hanem, hogy aztán mennél régebben van az ember a pályán, annál jobban ott van az emberi lenyomat a munkája mögött. És teljesen mindegy, hogy gyilkos játszik, vagy jó embert. Ahogy az ember, minden ember azt hiszi, hogy többé válik. De van, aki kevesebbé. És ezt senki nem tudja önmaga eldönteni, csak az, aki kívülről nézi. De azt, hogy én másokról tudom, hogy jobb színész lette, tehát hogy a tartalmai hova gazdagodtak, hogy mit gondol az alap emberi gesztusokról, mit gondol az életről, az emberekről, a világról, egy pillanatról, vagy nem tudom, fűről, fáról, nem tudom. Nem tudom, vannak dolgok, amit nagyon érzékenyen tudok, de nem tudom megfogalmazni, mert nincs hozzá fogalmazási készségem. Újra született, fáj a keze. Igen, azt mondja, fáj. Hogy nem akar már nagyot játszani, de azért jól van. Én nagyon jól vagyok. Én tényleg nagyon jól vagyok. Azt talán tudomásul kell venni azért előbb-utóbb, hogy múlik az idő. Mert ugye most is el kellett köszönnöm az egyik legjobb barátomtól, Garas Dezsőtől, Svajdától, Ilódit, és akkor mindenütt, tudja, olyan fura, mindenütt visszaköszönt a múltam. Meghívtak Párizsba, a Vasziljevvel a Magyar Intézetbe, vetítették azt a filmet, amit csináltak rólunk, miközben dolgoztunk a Kaposváron. Próbaidőszakban. Igen, és ő ott rettenetesen ideges volt. Hát szóval én mindig mondtam, hogy gyerekek, megint megőrült, bolond, nem normális, én mondhatom, mert imádom. Ő önkéntes számüzetésbe ment. Szóval nem akarok erről többet beszélni. Ezt nem bírja ki, hogy nem dolgozik otthon. Ne, ő nem akart, ő hagyta ott a színházát, de ebbe azt hiszem kicsit beleőrült. És akkor Párizsba ott voltam, a lányom kísért ki, és előzőleg is ő vele voltam még, mielőtt ez a dolog történt velem, és fura módon minden innen a múltam köszön vissza. Nem érzem, nem csak a múltamat látom, nem érdekelt az akkori Párizs, vagy hogy akkor mi van. De furcsa dolog, mert ugye ott, én pont olyan mondtam is, mielőtt bementem erre, mert megbeszélés volt, és alig volt olyan, francia, aki magyar születésű, hanem franciák jöttek el, mert a Vasziljev rendezett a Comédie Française-be, egy Lermontovot, szóval nagyon kíváncsiak voltak rá. És
Még mondta a lányom, hogy nem láttalak ilyennek. Úgy ki vagy, úgy fekszel, hát nem sokára be kell. Mondom, nem tudom, nincs hozzá kedvem. No, ez az. És ez is olyan, mintha színpadra lépnék. Beléptem a Vasiljevvel, egy jó órát, vagy majdnem két órát ott beszélgettünk, és emlékszem, egy fiatal francia lány, nekem ugye mindig fordítani kell, mert csak magyarul beszélek, azt mondta, hogy olyan boldog vagyok, hogy eljöttem, mert egy teljes depressziós állapotomban vagyok, és ezt látni, hogy magából sugárzik az erő, engem nekem újra élesztett, de azt is, ahogy tudnak vitatkozni, és ahogy mégis mennyire szeretik egymást, szóval ilyen, na, így vagyok, aztán meg össze vagyok képes magam még szedni. Akkor most elárulom a kedves nézőknek, hogy ez a beszélgetés is így kezdődött, és hát látták, hogy milyen lett. Lejárt az időnk, Mari. Hát már igen. Annyira szeretném folytatni, de majd talán legközelebb, ha még eljön majd vágja hozzám. Ki a javát, vágja ki, jó? Itt nincs olyan. Hát, ez marad, ahogy van. Ja, Istenem, kicsit köszönöm sokat szépen, beszéltem. Hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm.